Kis teherautó platójára szerelt porlasztórendszerrel írtották a szúnyogokat még tavaly Szekszárdon. A módszer rendkívül hatásos. Kétféle megoldást használtak a szakemberek. A munka napnyugta után este kezdődött és hajnalig tartott. Most csütörtökön a tervek szerint ugyanez fog történni a Tolnai megye székhelyen. A használt szer az emberre és a legtöbb állatra veszélytelen, nem árt viszont a szabadtéren használt eszközökkel kapcsolatban óvatosan eljárni, ezt mondja a megyei jogú város alpolgármestere. Javasolt az ablakoknak a becsukása, és hát ne tartózkodjunk a helyszínen, menjünk be a lakásba, és a másik dolog, hogy gyerekek száradtandó ruhák ne legyenek kint. A mostani gyérítés Szekszárdnak egy forintjába sem kerül, azt ugyanis a központi költségvetésből finanszírozzák. Ha viszont sok lesz idén a szúnyog, a megyei jogú város is rendelhet el írtást. A biztonságra, idézőjelbe, kényelemre hagyatkozva ezt a munkát folyamatosan el kell végezni. Természetesen, ha olyan mértékű lesz a szúnyoginvázió, akkor el lesz rendelve majd a későbbiek során is. Ugyanez a módszer is, hát természetesen még egy lehetőség van a légitechnikának a bevetése. Szekszárd alpolgármestere azt kéri a helyiektől, hogy aki esővízgyűjtő hordókat vagy edényeket használ, takarja le például szúnyoghálóval vagy harisnyával, így ugyanis megelőzhető, hogy a nőstény szúnyogok petéket tegyenek a pangóvízbe. Amennyiben csütörtökön esni fog az eső, vagy nagyon erős lesz a szél, akkor az írtásra másnap este pénteken kerül sor.